Csehov Ivanov. Nem jó. Szánalmas és haszontalan ember vagyok én. Csak ilyen haszontalan, lecsúszott, elrohadt lélek tisztelhet és szerethet engem, mint ez a Pavel. Te jó Isten, hogy én hogy megvetem magamat. Milyen mélységesen gyűlölöm a hangomat, a karjaimat, a ruháimat, a lépteimet, a gondolataimat. Hát nem nevetség ez? Hát nem szégyen ez? Még nincs egy éve. Egészséges és erős voltam, és vidám, és fáradhatatlan, és forró. Ezzel a két kezemmel dolgoztam, és úgy beszéltem, hogy könnyekig meghatottam az embereket. Sírni tudtam, ha bánatot láttam, és fölháborodtam, ha gonoszra bukkantam. Tudtam, hogy mi a lelkesedés. Ismertem a gyönyörűségét és költészetét a csöndes éjszakának, amikor az ember napnyugtától napkeltéig az íróasztala mellett ül, vagy álmokat sző. És hittem. Úgy néztem a jövőbe, mint szülőanyám szemébe. És most? Ja, Istenem. Fáradt vagyok. Hitetlen vagyok. Tehetetlenségben múlik napom és éjszakám. Nem mozog sem az agyam, sem a kezem, sem a lábam. A birtokom porrá hullik szét. Az erdőim fejsze alatt reszketnek. A földem úgy néz rám, mint az árva. Semmit se várok. Semmit se sajnálok. A lelkem félelemtől reszket a holnapi nap elől. És a feleségem dolga. Örök hűséget esküdtem. Boldogságot jósoltam. Olyan jövőt tártam a szem elé, ami erről még álmában sem álmodott. Elhitte. És 5 esztendőn keresztül csak azt láttam, hogy hunyt ki a lángja áldozatainak súlya alatt. Hogyan merült ki a lelki ismeretével való harcban. Pedig Isten a tanúja egyetlen ferde tekintetet nem vetett rám. Egyetlen szó szemrehányás sem. És mi lett? Eltűnt a szerelmem iránta. Hogyan? Miért? Mi okból? Nem értem. Most itt szenved mellettem. A napjai meg vannak számlálva, és én, mint egy gyáva gazember, elfutok sápadt arca, beesett melle is, könyörgő szem elől. Szégyen! Szégyen! Súrocskát, ezt a fiatal lányt meghatja boldogtalanságom. Szerelmet van nekem, csak nem öreg embernek. És én megrészegedem. Megfeledkezem mindenről a világon. Mintha a zene varázsolt volna el, és felkiáltok. Új élet! Boldogság! Csak hogy már másnap épp úgy nem hiszek ebben az életben, és ebben a boldogságban, mint a kísértetekben. Hát, mi van velem? Micsoda szakadék felé viszem magamat? Honnan jött rá ez a gyöngeség? Mi lett az idegeimmel? Csak az kell, hogy a beteg asszony megszúrja önbizalmamat. Vagy csak bejön a cseléd, vagy a puska csütörtököt mond. És én mindjárt korombává és gonosszá leszek. És már önmagamra sem hasonlítok. Nem értem. Nem értem. Golyók ellene a fejem.